Sziasztok! Itt vagyunk Szolnokon, és Helenbay Timi versenybíró most egy kicsit be fog avatni minket a sportág kulisszái mögé. Hogyan lesz valaki versenybíró? Hát annyira egyszerű a történet, hogy imádni kell a kajakot. A kajaksportot, a kajakot, a kenut, a vizet, és igazából ennyi, a napsütést. És milyen versenybírók vannak egy versenyen? Vannak az előindító, hajóbeállító bírók, akivel a versenyző először találkozik. Itt a megfelelő futamot, illetve a rajtszámot ellenőrzik. A pályabírók végigkövetik a versenyt. Vannak a fordulóbírók, akik jelen versenyen nincsenek, ugyanis itt csak 1000-es, 500-as, illetve 200-as futamok vannak. 200-as futamoknál egy helyben állunk, és nézzük a pályabeosztásokat, illetve a pálya elhagyásokat. 500-asnál igazából elnökségi döntés, lekövetjük-e a versenyt, vagy egy helyből nézzük. Az indítás az angol vezérszavakat fog történni, tehát a rendészet és a mutatszó lesz az indulás. Van az indítóbíró, aki a versenyszabályzatnak megfelelően elindítja a futamot. Ha valaki esetleg berajtol, akkor elsősorban figyelmeztetésben részesül, de a második berajtolásnál kizárás szokott lenni. Mérlegelő bírónál ellenőrzik a légzsákot. Itt minden futamon kötelező a légzsák U18-as korosztályig. Egyrészt életet menthet, tehát hogyha itt felborul valaki kimelegedett, felhevült testtel, felesik a vízbe és mondjuk felfordítja a hajót, abba bele tud kapaszkodni, az mint egy mentő védheti. Ezért is fontos, illetve hát ezek már nagyon nagy értékű hajók, tehát ezekre vigyázni kell. De első szempont az életmentés. Milyen típusú légtartályokat alkalmaznak a versenyzők? Mi az, amit elfogadtok, mi az, ami inkább már nettes? Egy a lényeg, hogy ne süllyedjen el a hajó. Az a tapasztalat, hogy három petpalack összeragasztva, berakva a légtartály helyére már fenntartja a hajót, aminek a legjobban örülünk, ami gyári beépítésű légtartály. Nem nehezíti el a hajót, viszont az a legbiztonságosabb. Tehát ez nem tud kicsúszni, az tényleg fenntartja a hajót. Minden kategóriának, minden hajónak más súlya van, és ennél könnyebb nem lehet a hajó, csak nehezebb. Tehát a megadott súlyoknál könnyebb, semmivel sem, egy grammal sem lehet könnyebb a hajó. Ez azért fontos, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon a versenyen. És a súlyokkal kapcsolatban miket szoktak alkalmazni a versenyzők? Régebben még volt kavicsokat rakott bele, vagy megszöltött a régtartály. Egy a lényeg, amikor öntik ki a versenyző a vizet, akkor nem eshet ki a súly. Tehát, hogy rögzítve legyen a súly. Ez nagyon fontos. Nagyon sokan ezt nem veszik figyelembe, és amit mondtál, hogy kavicsos PET palackot raknak be, ami kiesik. Ha be van szorítva ülés alá, ez természetesen jó, de a legjobb lehet kapni gyári súlyokat. Az szerintem az mindent visz. A célbíróság az itt mögöttünk látható, és itt igazából a tájékoztató, akinek az egész nap halljátok a hangját és a jó híreket közli, persze nem a kizárást. Pályának a egynői ifjúsági U17, U18 ezer méter első előfutama. Ők itt foglalnak helyet, illetve az elnökség, az időmérő és a célbíróság, a célbírók. A versenytitkár a technikai értekezlet előtt összegyűjti a még nevezni kívánt versenyzők adatait, és elnökségi döntés alapján bekerülnek a futamokba. Közeledik a szegedi IFI U23-as világbajnokság, ott lesznek esetleg magyar versenybírók is. Én reménykedem és biztos vagyok benne, hogy lesz magyar versenybíró. Egy a lényeg, hogy ő nemzetközi versenybírói vizsgával kell, hogy rendelkezzen. Ez nagy álma minden versenybírónak, sajnos nekem még nincsen, de haladok e felé. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!